Népstadionban 80 ezer néző gyűlt össze. Az érdeklődés a brazil labdarúgóknak szól, akik első ízben látogattak el hazánkba. A csíkos mezben játszó többszörös bajnok brazil csapat nem csak Dél-Amerikában, hanem Európában is nagyszerű eredményeket ért el. A csapatok felsorakoznak. A Flamengo játékosai közül Hortán bal hátvéd, Garcia kapus és Everisto a jobb összekötő. A két csapatkapitány üdvözli egymást. Rövidesen megkezdődik a küzdelem. A brazilok indítják el a labdát. Hátra játszanak Serginhohoz, aki futtatja a Flamengo csatárait. Ombodi jól avatkozik közbe. A labdát a Flamengo kapuja elé küldi. A brazil védelem azonban hárít. Rohamoz a Kimizsi. Sousa lő! Fölé! Újra Sousa vezeti Rohamra a csatársor. A brazil védelem azonban jó tömörül és hárítani tud. Hatodik perc. Zagallo bal szélső Rohamoz. Szépen vezeti a labdát, a Kimizsi védelem csak hátrál, Szabó sem avatkozik közbe, Beniteshez kerül labda, veszélyes helyzet, lövés, gól! Ez bizony bement. Kimizsi ellentámadás, Sousa vezeti a labdát. Tejmesihez játszik, a szélső jól cselez, de rosszul ad be, és a brazilok hárítanak. 25. perc, Benitez indítja a Romra csapatát, bead, lejjebb, gól! Második félidő 18. perce. Kis Péter a gólvonalról ment. De nem sok az örömünk. Benitez van a vég a pályán, a Kimizsi védelem sap. 33. perc, helycserés támadás, Hoel, Zenzio és Evaristo összjátékába a Kimizsi játékosok nem tudnak beavatkozni. Benitez lő! Oh! 40. perc, Mátrai cselezget, szereli, Evaristo már is szágult a Kimizsi kapuja felé. Zenzinhohoz játszik, aki a Zagallótól kapott labdát a hálóba lövi. 5-0, ennyire győzött át a brazil csapat a Kimizsi ellen.